Gyűjteményünk egyik legkiemelkedőbb darabja Vincent van Gogh itt látható 1884-ben készült tollrajza. A művet Majovszky Pál miniszteri tanácsos ajándékozta a gyűjteménynek 1934-ben, és ez nagyon fontos nekünk abból a szempontból, hogy főleg tőle kaptuk a legszebb 19. századi impresszionista és posztimpresszionista műveket. Vincent van Gogh művészetét főleg úgy ismerjük, hogy a posztimpresszionista mester hihetetlen színpompás, kavargó olajfoltokkal alkotó művésze volt, rendkívül dinamikus festményeket ismerünk tőle. Ennek ellenére ez a tollrajz, ami ugye teljesen monokróm, ugyanolyan erővel hat ránk, mint bármelyik impresszionista tájképe. Pont ez mutatja szerintem jól, hogy mennyire erős tud lenni egy tollrajz is a maga egyszerűségével és mégis erős kifejező erejével. Vincent van Gogh alkotói munkásságának elején főleg rajzokból tudta eltartani magát. Mint tudjuk, egész életében egyetlen festményt tudott eladni, viszont grafikákat és rajzokat szép számmal tudott műkereskedelemben értékesíteni, ebből is élt. Épp ezért egészen befejezett és komplett rajzokat ismerünk tőle, ez is annak egy szép darabja, amit egyébként alkotói munkásságának egyik korai évében készített, amikor az apjánál egy holland kis falucskának a paplakjának kertjében alkotott, ahol ő tulajdonképpen egy mosókonyhában élt nagyon sokáig. Ez a mű ennek a paplaknak a kertjét ábrázolja igen erős kifejező erővel.